Nagyon meg benneteket, nagyon nagy szeretettel köszöntelek a Jézus Krisztus nevében. Halleluja! A jövőről szeretnék beszélni néhány gondolatban. Nem tudom, hogy, hogy mennyi lesz, hova, meddig fog tudni eljutni, de majd próbálok úgy összefoglalni. Úgyhogy tedd is ki a címet, légy szíves virág az ezer éves királyságról. Van néhány gondolatom, amit szeretnék elmondani. Nem egy klasszikus tanítást szeretnék adni, ezt már megtették előttem nálamnál sokkal mélyebb igei felkészültsége rendelkező emberek, é, hanem a gondolataimat szeretnék, és néhány kijelentést elmondani így az egésszel kapcsolatban. Választhattam volna valami irodalmi címet is, másért nem azért, hogy a költészetnapja volt a héten, mondhattam volna, hogy az alagút vége, vagy az, hogy a holnap fényei, mint a Nó Együttes második albuma, mert hát arról szeretnék beszélni, a holnap fényeiről és az alagút végéről. Tudjátok, két kor, két kor közeledik hozzánk, ahogy az éremnek is két oldala van, ahogy mondta az Attila az egyik prédikációban. Az egyik kor, az egyik birodalom az az Antikrisztusnak a korszaka, ami küszöbön áll, sajnos, látjuk, halljuk, az, az a, ami épül ki, az a rendszer, az a tényleg az a mindenkit leinformálni, átvilágítani, mindenről tudni, ez a totális kontroll, ez az egységesedés. Meg most erről nem akarok beszélni, de sajnos, sajnos látjuk, hogy megy ebbe a világ, megy ebbe az irányba, de ránk nem ez vár, hanem ránk egy ettől sokkal jobb világ vár. Ez az antikrisztusi időszak, ez az alagút lesz. Ez az emberi történelem legsötétebb alagútja lesz. Ez sajnos ki van nyilatkoztatva a Bibliába, és, és Isten nélkül, és Biblia nélkül, és Jézus nélkül én se tudnék semmi jót mondani a világnak, hogy nem tudnám bíztatni, hogy rád milyen jó dolgok várnak, mert nem jó dolgok várnak, hanem a legsötétebb éjszakája jön az emberiségnek. A legsötétebb éjszakája jön. Honnan tudjuk, hogy van ezer éves királyság? Van egy ige a jelenések könyvében, 20. rész, 4. vers. Azt mondja, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. És éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Itt ugyan mártírokról van szó, de más ige helyekkel egybevetve, tehát például a jelenések könyve 19. részével és a Zakariás könyvének 14. részével, azt láthatjuk, hogy szentek sohakasága, fehér gyorsba öltözött, fehér ruhába öltözött szentek fognak megérkezni Jézus Krisztussal együtt. Ahogy mondja is a Zakariás 14. rész 5. versének a B szakasza, hogy igen, eljő az Úr, az én Istenem, és minden szent vele. Szóval már a jelenések könyvét is nehéz úgy értelmezni, hogy ott angyalok lesznek majd Jézussal, akik visszajönnek. Nem csak angyalok lesznek, hanem minden szent visszajön Jézus Krisztussal. Minden szent vele. Az lesz a minden szentek napja. Nem a november elsője. Halleluja! Egy másik előkép. A hat napon át megteremtette Isten a világot, és a hetedik napon megpihent vagy a hetedik napot megszentelte. Kérdésem lenne, szerintetek elfáradt Isten a hat nap alatt? Szerintetek azért pihent meg, és azért nyugodott meg, mert elfáradt a hat napos teremtésbe? Mert azért igen nagy dolgokat teremtett és alkotott, nem? Ha megnézzük a csillagokat, ami már még most is sok az emberiségnek, tehát még most se fedezett fel belőle csak egy ilyen morzsányit. Szóval tényleg nagy dolgokat teremtett, de hogy én az Istent ismerem, nem azért pihent meg a hetedik nap, mert elfáradt. Akkor miért pihent meg? Vagy? Igen, szóval egyrészt az emberiségnek adott egy ilyen mintát, hogy tényleg ez realitás, hogy ha ki hat napot dolgozik, akkor meg kell egy napot pihenjen, különben a következő héten vagy a következő hetekben frusztráltá válik és nem érzi magát közel Istenhez, nincs béke, nincs öröm, nincs boldogság a szívébe. Olyan túlhajszolt lehet, mint az Ézsau. Szóval ez valóban ez is igaz. De mi van akkor, az egész egy profécia, az emberiség jövőjére nézve, hogy a hat nap után jön egy hetedik nap. Mert egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Ámen. Ez két helyen is ki van jelentve az Isten igéjében. Egyrészt a 90. Zsoltár 4. versében, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. És ennek az új szövetségi párja pedig a Péter levelében van megírva. És igazából arra gondoltam, hogy az emberi létezés az körülbelül 6000 évre tekint vissza. Most, hogy volt előtte egy civilizáció itt a Földön, állítólag mondják bibliakutatók, ebben most tényleg nincs, nincs már és nem is akarok belemenni. A lényeg az, hogy Ádám teremtése óta körülbelül 6000 év telt el. És azért körülbelül, ugye a nemzetség táblázatokban le van vezetve, tehát, hogy ezt tudjuk, de pontosan nem tudjuk, hogy mennyi idő mert az Ószövetség nagy részében hold évben számoltak, mi már nap évben számolunk, voltak ott eltérések a naptáraknál is, hallottam majd is, hogy Jézus se nullakor született, hanem, mit tudom én, háromba, 5 ötbe, valahogy így. De most gondoljátok el ebbe a 2000 ben amikor az írásbeliség ilyen fejlett, van ennyi differencia, akkor ha megnézzük, ott évtizedek, tehát a napév, holdév átszámítás miatt, meg hát különböző pontatlan, A lényeg az, hogy Isten se akarja, hogy pontosan ki legyen, számítható legyen, hogy mikor jön vissza. Mert megmondta Jézus, hogy senki nem tudja, csak az atya. És, és ez így van jól. De az a lényeg, hogy körülbelül 6000 év telt el, és jön a hetedik ezredév. És ez egy egészen pontos dátum lesz a naptárban, tehát lesz egy olyan valóságos nap, amikor átfordul a 6000 év a 7. évezredbe. És erre van egy ige a 46. Zsoltárban. Az egész 46. Zsoltár különben erről az egész csata jelenetről szólt, tehát az Armagedoni csata jelenet, amikor is az Úr Jézus visszajön az ő szentjeivel, és valóban megütközik az Antikristus seregével. Például a jelenések könyvében is írja, hogy viaskodni fog az Antikrisztus és az ő hadserege Jézus Krisztus ellen. Erre is belegondoltam, hogy, hogy miféle dolog ez. Egyszerűen ő még akkor se fogja föladni, és ez az Antikrisztusi hadsereg, ami ugye emberi hatalmakkal, meg hadseregekkel lesz körbevéve, ellene fog támadni. Tehát egyszerűen harcolni, valóságos harc lesz Jézus Krisztussal. És én ebben hiszek, hogy ez nem allegória, ez nem képes beszéd, hanem ez valósággal meg fog történni. És ö, nem véletlen épülti a háttérhatalom ezt a csillagvédelmi rendszer, a hogy mondják, ez mi a neve ennek a űrpajzs, űrpajzsot építeni, űrpajzsot építeni. De már nem most, ez már évtizedek óta megy ez a projekt, Ugye az a szöveg, hogy az idegen lények ellen. Nem az idegen lények ellen. Jézus Krisztust próbálják meg ebben megakadályozni, hogy visszajöjjön és visszahódítsa a földbolygót az Isten számára. De hát nem fogja tudni megakadályozni, és erre vonatkozik a második Zsoltára, hogy a mennyekben lakozó neveti őt. Röhögra, mit akarsz te csinálni? Ür én ellenem? Vagy azért nem fog az én fiam visszamenni? És eltaposít téged, mert te űrpajzsot csinálsz, nem? Nem fogja senki megakadályozni Jézus Krisztus az ő visszajövetelében, és abban, hogy visszahódítsa a földbolygót Isten számára. Na, az előbb említett igetet a, ugye a 46. Zsoltár. Ehm... Azért nem félünk, ha elváltoznék is a Föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Jeruzsálem, helyben vagyunk. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg megsegíti Isten virradatkor. Nemzetek zajognak, országok mozognak, kéreszti hangját, megszeppen a föld, a seregek ura, velünk van Jákob Istene a várunk. Hadakat némít el, tizedik vers, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el, tűzben. 11. vers, csendesedjetek és ismerétek el, hogy én vagyok az Isten, felmagasztaltatom, figyelj, a nemzetek közt felmagasztaltatom a Földön. Tehát ha ezt megnézzük, itt ilyen apokaliptikus események vannak, és ezek, hogy az nemzetek zajonganak, egyértelműen tehát az armagedoni csatára vonatkoztatható, hogy úgy mondjam. Tehát nem persze minden korban, minden földrajzi helyen mondhat mást és mást az ige, mert az ige, ő élő. És ha élő, akkor tud beszélni. Tehát nem azt mondom, hogy csak így értelmezhető az ige, de így is értelmezhető. Hogy ez egy apokaliptikus csata jelenet az Armagadéni csata idején, ugye, és ő elnémítja az, országos, az országok a nemzetek zúgását, és megsegíti Isten a népét viradatkor. Tehát lesz a hetedik napnak víradata. És ez egy csodálatos dolog. Eljön az a hajnal, Eljön az a víradat, És uh, szerintem mi ezt várjuk. És ne a sötétséget, ne az Antikrisztust. Az Antikrisztus birodalmának vége lesz. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy nagyon sok hasonlóság van a Szentírásban a Salamon királysága és a ezeréves uh, királyság között. Ugye van egy profécia, ami elhangzik Nátán részéről, mikor pedig a te napjaid betelnek, ezt Dávidnak profitálja. Ugye ez akkor történik, amikor Dávid akar építeni egy templomot Jeruzsálemben, Istennek, és akkor Nátán profitál neki, 2. Sámuel 7. rész 12-13. verse, mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát ő fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. És ez a mindörökké szó, itt ezt húznám alá. És a 16. vers, és állandó lesz a házad, és a te országod mindörökké tiéd lesz, és a te trónod erős lesz mindörökké. Tehát mi történik? Dávid templomot akar építeni az úrnak, de Nátán profétál profétális elhangzik az, hogy nem te fogsz építeni házat, hanem a te fiad, ugye tehát Salamon. És ami érdekes, hogy itt a mindörökké szó kétszer is szerepel, rövid időn belül kétszer, és akkor elgondolkoztam azon, hogy Salamon királysága mindörökké tartott-e, vagy nem. Ugye mind a történelemből, mind a Bibliából tudjuk, hogy egyáltalán nem, mert a néhány évtizedes királysága után Salamonnak ketté szakad a Izrael, ketté szakad a zsidó királyság északi és déli részre, egy folyamatos dekadencia, egy folyamatos romlás történik, melynek végén először az északi tíz törzset deportálják, majd pedig Júdát is deportálják, és, és az a királyság, az a hatalom soha nem jött már vissza. Se történelmi ismereteink alapján, se a Bibliából nem tudjuk ezt, tehát Salamon királysága idején valahogy Izrael elérte a csúcspontját. És soha, tehát utána, már, utána lévő királyok már nem tudták reprodukálni, még a Babilonból való visszatérés után sem sikerült reprodukálni azt a birodalmat. Akkor miért írja mégis ezt az ige, hogy mindörökké? Hogy, hogy megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. És arra jutottam, hogy a Salamonnak a néhány évtizedes királysága igazából csak egy előkép. Az ezer éves királyságnak az előképe. És akkor elkezdtem azt tanulmányozni, hogy vajon van-e hasonlóság, van-e párhuzam a kettő között, és hát én 14-et írtam fel, amit sikerült találni, hát megpróbálok gyorsan átmenni rajta. Az első a Salamonnak a neve. Ugye hát hangzásban is a salom a békesség szóra vonatkozhat, egyébként, hát igen, azt is jelenti békesség, szelítség, azt, azt jelenti. Békés, szelíd, ez a Salamon szó jelentése, és valóban, valóban a Salamonnak a néhány évtizedes királyság az egy békekor volt. Ennek oka az, hogy Dávid, az ő apja már megharcolta az összes létező háborút helyette, és igazából neki már nem volt kivel küzdeni, nem volt kivel harcolni. És tudjuk nagyon jól, hogy az ezer éves királyság is egy békekor lesz. Egy békekor. És beszélek erről most, amikor, amikor ahogy Jézus is mondja, hallanunk kell háborúkról és háborúknak híreiről. És érzitek ugye az ellentétet, hogy, hogy mi zajlik most. Például, csak egy példát mondok, Lefegyverkezés fog történni az ezer éves királyságban, ugye Ézsajás könyve második rész, negyedik vers, mondja a híres igét, hogy, a, hogy is van, hogy a fegyverekből kapákat fognak csinálni. Tehát lesz egy lefegyverkezés, Ézsajás második rész. Uh, uh, igen. Na azért olvassuk em ez az ezer éves királyságról szól. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye. Hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ősvényeim, mert tanítás Sionból és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Kiítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdaáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Milyen csodálatos lesz. Most mi zajlik a világban? Fegyverkezés zajlik a világban. Az ukrán-orosz háború ennek egy ilyen generátora volt, és Európa is felébredt a csipkerózsika álmából, mert itt igazából nem költöttek a hadászatra, és most sorra a kormányok egymás után a GDP-jüknek a kétszeresét háromszorosát kezdik el költeni a fegyverkezésre. De ez így van Japánban is, így van az európai országokban, Németország, sőt Magyarországon is. Mert... Rá kell jönni. Eddig ugye ez volt, hogy Európában nem volt háború, évtizedek óta, második világháború óta nem volt kitől félni, meg majd ott a nagy testvér, aki minket megvéd, és kezdtek az emberek rájönni, hogy bizony itt fegyverkezni kell, és, és zajlik a fegyverkezés. És ez nem jó. Ez nem jó, mert ha sok a fegyver, akkor lesz háború mint a van, ez a, van, egy régi magyar film, az a címe, hogy Dísz <coughs> Magyar, ez egy ilyen végjáték, fekete-fehér még, és ott van egy olyan jelenet benne, hogy van a hadi zászlógyárnak nevezték el. Hát a 30-as években játszódik, amikor már jön a háborúnak az előszele, és mindenki készül, és mindenki háborút akar, és akkor a főszereplő, egy tanár, egy fiatal ember megkérdezi azt az idősebb arisztokratát, hogy hát de bátyám, hát miért mondjuk, hogy hadizászlógyár, amíg még nincs is háború? Válaszol az öreg azt, majd mi csinálunk, öcsém. Majd mi csinálunk. És sajnos ma, ami a zajlik a világban, az egy nagyon sötét dolog. És anélkül, hogy napi politikába bocsátkoznék, el kell azt mondanom, hogy dübörög a fegyverlobbi. A fegyvergyártás a gazdaság egyik húzóágazata és dübörög. És ennek a lobbinak időről időre, újabb és újabb háborúkat kell kirobbantania azért, hogy a régi készleteket mindig kisöpörjék, és legyenek az új megrendelések, és gyártsák az újabbnál, újabb és pusztítóbbnál pusztítóbb fegyvereket, és eladhassák, és az államok és a kormányok pedig rendelik meg tőlük. Ez zajlik. És ez egy borzalmasan sötét dolog, ha már Miskolcon vagyunk. Tudom jól, hogy fegyverszóra várnak, szivarcívó, szesszagú fejek. Tudom jól, hogy teljesülhet álmuk, és én akkor ellenük megyek, énekli az Edda. Szóval <kül> e mögött tudatos koncepció áll, e mögött egy lobby áll. És, és sajnos gyártják a fegyvereket, csinálják, és egyre több ember pusztul el. És ez egy nagyon fájdalmas dolog. És most tényleg nem akarok ö, politizálni, mert nekem az ukrán fiatal emberek halála ugyanolyan fájó, mint az oroszoké. Mert minden élet drága. És minden élet annyira fontos, hogy Jézus Krisztus az ő saját életét adta érte. És nem jó, a háború nem nagyon rossz dolog. És ez új megvilágításba kerül az is, amit mond Jézus az utolsó időkről szóló próféciából. Hallanatok kell háborúkról és háborúk híreiről. Miért taglalta? Miért nem csak annyit mondott, hallanatok kell háborúkról? Mert most a háborúk hírei, ez a sok információ, ez a sok hír, hogy kapcsolsz a tévén, hogy kapcsol a rádión, a Facebookon jönnek a hírek, és azt mondja, hallanotok kell. Tehát ha akarod, ha nem, látni fogod a szörnyűségeket. Én nem is bírom nézni különben ezeket a dolgokat. Nem is bírom, TikTokra is felteszik, hogy hogy lőnek ki például egy tankot. És én ezt lehet azért, mert Érzékeny ember vagyok, de én mindig arra gondolok, hogy mi van azzal a pár emberrel, aki benne van a batangba. És nagyon sok szörnyűséget be sem mutatnak. Nagyon sok szörnyűséget igazából nem láthatják a világgal, hogy mi történik azért, hogy pumpálják még a fegyvereket és húzzák még a háborút. nem bírom látni az erőszakot, nem bírom látni a vért, nem bírom látni a gyilkosságot, egy filmbe se. Ha minden igaz, jön majd nyáron, fiam, meglátogatni, de elhozom ide. És megkérdezhetitek tőle, én egy, átok nézek egy filmet, és amikor valakit a töltek meg, én elhúztam a szemeimet, és én nem akarom látni, én nem akarom, még tudom azt, hogy egy megrendezett jelenet, de még abba se akarom látni azt, hogy valakinek az életét Erőszakos úton elveszik. Egyetlen egy ember halála van, aminek minden részlete és bizonyítéka érdekel. A Názáreti Jézus Krisztusnak a halála. Az ő, ő ő az az egyetlen személy, akinek a halálának minden egyes körülményét és részletét ismerni szeretném. A másik dolog, hogy ez a királyság Salamon idejében egy hatalmas trónviszály után jött el. Ugye ott meg kellett halni a sémeinek, meg kellett halni a Absolonnak, Adóniának, ugye Salamon testvérének, Jóábbnak meg kellett halnia, aki Dávid fővezére volt. Ott volt egy hatalmi harc, és egy véres csata volt, aminek következté, vagy ami után Salamon el tudta kezdeni az ő királyságát. Testvéreim, az éves királyságot az emberiség leges, legnagyobb trón viszája fogja előkészíteni, ahol a Krisztus és az Antikrisztus fog szembekerülni egymással. Ettől nagyobb hatalmi harc nem lesz. A világon soha. Tehát ott is egy trón A harmadik jellemző, hogy a király, ö, királyság az egy atyától származó örökség. Salamonnak igazából sok mindent tennie nem kellett, tehát ő már kézbe ült bele, mindent előkészített Dávid körülötte. Előkészítette a közigazgatást, a nemzetközi kapcsolatokat, az építkezéseket, az arra való cuccokat, mindent elrendezett, a hadsereget, a Dávidi istentiszteletet, a templomhegynek a helyét, mindent elkészített. Tehát igazából a Salamon már ilyen kézbe ült bele, és ebbe is van egy párhuzam, hiszen azt mondja az ige, mondd az Úr az én Uramnak, tudod, hogy kérjed tőlem, és én odadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Tehát ezt mondja Jézus, ezt mondja az atya Jézusnak, kér tőlem, és én odadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Tehát az atyától származó örökség. A negyedik dolog, amit ide felírtam, hogy korrupciómentes lesz ez a királyság. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és igazából mi bele gondolni, hogy milyen lesz, amikor egy hatalom korrupciómentes lesz. De Salamon ő kért bölcsességet és igazsággal ítélte a népet. És ezen csodálkoztak is a kortársai, hogy honnan van neki ez a bölcsesség. És eljön az az idő, amikor igazság és jogosság által lesz ítélve a föld. És nem lesz korrupció. És nagyon-nagyon sok helyen, ahol az ezer éves királyságról van szó, én megfigyeltem, és úgy, úgy, úgy megszúrta a szememet, hogy mindenhol az igazság és a jogosság, és mindenhol ki van emelve, hogy amikor a messiás itt lesz és uralkodni fog, akkor egy korrupciómentes, igazságos rendszer lesz. Például az Ézsajás 9.7-es is azt mondja, jogosság és igazság által. Tehát, mondom, mi még itt nem is tudjuk felfogni sem azt, hogy milyen lesz az, amikor valaki a szorgalmas tehetsége alapján fog előre haladni, és nem az alapján, hogy kikinek a kicsodája. De most ebben nem tudok hosszabban belemenni. Az ötödik dolog, hogy Istentől való hatalom, ugye, mert... Sokan lázadók voltunk, mikor megtértünk, meg még sokáig azok is maradtunk, de alapvetően a hatalom az egy jó dolog. Alapvetően a hatalom nem rossz dolog, hanem jó dolog. És olyan fantasztikus lesz ezt megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egy hatalom jó. Amikor olyan kormány lesz, meg olyan, olyan király lesz, aki a gonoszokat meg fogja büntetni, a becsületeseket pedig meg fogja jutalmazni. A hatodik dolog az énekek éneke, időszakú, ugye ezt Salomon írta, és ott beszél az a egyháznak és a Jézus Krisztusnak a kapcsolatáról, igazából a mennyasszonynak és a vőlegénynek a kapcsolatáról. Azt mondja például az egyik ige vers, második 11, mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, éneklésnek ideje eljött, a fügefa éleli első gyümölcsét, a szőrők virágzásban vannak, jó illatot adnak. És egy kicsit, úgy, úgy, ez viszont így költői kép szerintem, ezt lehet úgy értelmezni, hogy az emberiség tele el fog múlni. Ami tél, ami sötétség, az el fog múlni és, és eljön a tavasz, ahogy a tavasz, tavassza ugye most minden megvan pesdülve, rügyek fakadnak, virágok, gyümölcsfag, minden úgy kezd, és ez egy kicsi előképe annak, hogy milyen lesz az, amikor a ember is, ez, ez a sötét kor, ez a sötét éjszaka el fog múlni, és, és virágok láttatnak a földön. És azt mondja, hogy a fügefa éleli első gyümölcsét a szőlők virágzásban vannak. Nagyon-nagyon sok helyen van így a fügefa és a szőlő szó együtt. Jeremiás 8.13, Hózsiás 9.10, Joel 1, 6, 7, 2, 22, például pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefáimat, mesztelenre hántotta és széjelhányta, fehérlenek annak ágai, ne féljetek ti mezei vadag, mert zöldelnek a pusztának virányai, mert a fügefa megtermi gyümölcsét, a füge és a szőlő is kitárják gazdaságukat. Füge és szőlő. És van egy olyan értelmezés, nem azt mondom, hogy csak ez, de van egy olyan értelmezés, amikor aki a fügefát Izraelre vonatkoztatja, mert erre is vannak igék, a szőlőt pedig az egyházra. Ugye ott a szőlőtő példázata például, mondja Jézus, nem te teremhetek gyümölcsöt. És az a történelmi tapasztalat, hogy amikor a zsidóság mélyponton volt, akkor a kereszténység is mélyponton volt, amikor a, a zsidóság úgy. Jó szerep, vagy a kereszténység is ugye karizmatikus megújulás, akkor Izrael állama is épül, virágzik. Tehát a, valahogy a füge és a szőlő az úgy együtt van, mint itt ezekbe az igékbe. És igazából az ezer éves királyság lesz az, amikor két népcsoport, vagy nem tudom igazából hogy határozza meg az emberek halmazát, de két népcsoport ott lesz Jézus Krisztusnak a hatalmi struktúrájába, a zsidóság maradéka, és az újjászületett keresztény egyház. És igazából mi leszünk azok, akik a messiásnak a királyságát fogjuk hát, kiépíteni, vagy, vagy gyakorolni. Vele együtt, vele együtt, vele együtt fogunk uralkodni. Ezt már nem is tudom, fú, nagyon kevés az idő. De még azt gyorsan elmondom, hogy van egy új fejezet a pogányok ima meghallgatása. Történik egy érdekes dolog, amikor Salamon templom szentelési imát mond, kéri, hogy aki oda jön és imádkozik az Úrhoz, azt hallgassa meg az Úr. És mond egy érdekes dolgok, egy király 841 nál vagyunk, sőt még az idegen is, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért. Mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet, és kinyújtott karodat. És eljövén imádkoznak-e házban, te hallgass meg a mennyekből, és a te lakhelyedről, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, mert mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped, az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik-e amelyet építettem. Imádkozik Salamon. És ez azért érdekes, mert az Ószövetség idején igazán Üdv bizonyossága csak azoknak lehetett, akik az Izrael népében voltak. Nem azt mondom, hogy nincsenek akiken persze könyörülni fog az Úr, de csak az lehetett biztos az üdvösségében, aki az Izrael népéhez tartozott, vagy mondjuk bekeresztelkedett idézőjelbe Izrael népé, például Ráháb. Tehát aki felvette a zsidók szokásait, aki ugye férfi létre körülmetélkedett, na az üdvösség vonal nekik adatott. És ettől még, ha megfigyeljük, Jézus se akart eltérni sokáig a szolgálata során, a Kána, asszony, Kananeus asszony megy oda, és mondja neki Jézus, hogy nem küldettem csak az Izraelnak az eltévedt Juhaihoz. Tehát, hogy az üdvösség vonal igazából a zsidóságé volt az ószövetségem, őszövetség idejében, és ezért nagyon érdekes a Salamonnak az imája, de ha még a pogány, még az idegen jön is ide a te nevedért, és imádkozik, hallgass meg a mennyből. És szerintem ez is annak előképe, amikor az ezer éves királyságban majd a miniszterelnökök, a köztársasági elnökök, a delegációk meg fognak jelenni, és ajándékot visznek a mesiásnak. És imádkozni fel fognak járni sátorok ünnepén, fel fognak járni a népek, sőt, Ézsajás azt mondja, hogy nem csak a sátorok ünnepén, hanem hónapról hónapra és szombatról szombatra el fognak menni a népek, és hódolni fognak a mesiásnak. Erre van egy nagyon ö, ö, fontos ige, a a zakariás könyvéből erre a fajta ö, eseményre ez az egyik ez az egyik kulcs eseménye annak, amit a Biblia kijelent az ezer éves királyságról. Azt mondja Zakariás 14, 16 18-ig, és lészen, hogy akik megmaradnak minden a népek közül, melyek Jerezsálem ellen jönnek, esztendőről esztendőre felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának a sátorok ünnepén. Amen. Tehát fel fognak menni a királyok, Ugye a Ószövetség idején királyok voltak, most nem királyok, hanem miniszterelnökök és delegációk, Szerettem volna még beszélni a Máté 2-ről, és amikor a máguszok fölmentek, és Betlehembe vitték az ő kincseiket, vitték az ő aranyaik, a drága köveiket, talán majd máskor. A lényeg az, hogy azt mondja az ige, hogy eljön az az idő, amikor tanítás Sionból fog előjönni. És valahogyan a kinyilatkoztatás Onnan lesz az egész Földé, és én arra is gondoltam, hogy akkor is lesz oktatás, akkor is lesznek történelem órák. És milyen nagy dolog lesz, mondjuk mi is be fogunk menni egy ilyen osztályba, mert akkor is lesznek fiatalok, akkor is fognak születni, és mi tanítani fogjuk őket az úrútjára, Amit kapunk világosságot Jeruzsálembe, tanítás Sionból jön, ő, mi is fogunk tanítani embereket, a világiakat az Isten útjára, és milyen jó lesz az első történelem óra, amikor beszélni fogunk arról, a világtörténelem leges, legnagyobb csatájáról, ami nem Borígyuniónál történt, ami nem Vaterlónál történt, ami nem az első világháborúba történt, ami nem a második világháború, vagy annak egyes csatái, de még csak nem is a harmadik világháború, és az Armagedoni csata. Mondj ott például Zakariás, hogy a földnek kétharmada megég, hanem elkezdjük majd a történelm órát. <laughs> Engem most tett, ez a sajú mondta, a szent szellem a dicséret folyamán. Kezdjük majd a történelem órát, és a nebulóknak beszélni fogunk a világ leges legnagyobb csatájáról, amit úgy hívnak, hogy Gecsemárné kerti csata. Amikor Jézus Krisztus legyőzte önmagát, legyőzte az eredendő bűnt, legyőzte azokat a sátáni szellemiségeket, amelyek már akkor ellene mentek, és hát rá próbáltak telepedni, nem véletlen aludtak el a tanítványok, se nem tudtak imádkozni Jézussal, ez nem azért történt, mert gyengére sikerült a kávé az ima alkalom előtt, hanem a sötétség kezdett rátelepedni az emberekre, mi is elaludtunk volna nevé kezdett a sötétség rá, a másának a bikái már ott megjelenni és rátelepedni. És el fogjuk majd mondani, hogy a világ leges hadjárata a Viadolorózán, rózán, hogy végigment a messiás. És a leges diadal a koponya hegyi diadal, a Golgata hegyén, amikor megváltunk győzött, és így lesz tanítva a történelem, és tényleg egy, egy kinyilatkoztatás lesz Isten országáról. És tudjátok, a szelídek öröklik a földet. Ö, ezzel hogy fejezzem be, az is nem kiabálok már a prédikáció során, mert ott szeretik lenni az ezer éves királyságban. Megmenekültél éve, akkor. Ne, csak itt a szelídek öröklik a földet. Tényleg, szóval, tehát valaki örökölni fogja a földet. És még egy utolsó igen, amivel zárni szeretném, az a Ézsajás könyve, vagy a, bocsánat, Zsoltárok 37. rész, 37. vers. A jövő a béke emberé. A jövő a béke emberé. Most, amikor mindenki hadakozásról, meg harcról beszél, most, amikor mindenki fegyverkezik, te legyél a béke embere. Munkahelyen is, vagy baráti körbe, vagy családba. Elősegíted azt, hogy megbékéljenek az emberek egymással? Vagy az embereket Isten el is megbékíted-e? Mert ha igen, akkor a béke embere vagy, és akkor tiéd a jövő. Ha meg konfliktusok vannak körülötted, meg állandóan ízzik meg egymásnak az emberek, meg mindig valami probléma, akkor az nem az Istentől van, és akkor meg kell térni belőle, mert a jövő a béke emberé. Isten áldjon meg titeket! Azt gondolom, nem kell mit hozzáfűzni ehhez. Jövő héten megfordítjuk. Most viccelek. A balázs is viccel fejezte be. Balást tesz bizonyságot, és prédikál. Vicc. De így kell odafigyelnünk egymásra, és így kell együtt szolgálni, és így kell ugyanazt az erőt, rövidebben vagy gyorsabban, halkabban vagy hangosabban, ismeritek Pintér Bélának a dalát, mindegy, hogy, hogy halkan vagy csendben vagy halkan. Köszönjük Balás. Örültetek ennek az üzenetnek? Balás, hogy megosztotta a szívét? Halleluja. És meg tud nyugodnod Isten békessége, ugye Balás, ugye Szilvi, ugye Világ, ors is, annyi. Amen. Halleluja. Mm. Én azt gondolom, Isten most azt akarja ezután, hogy tényleg megnyugodjunk, vagy pár perc az ő békességében. Hogy mm. lemenjen az a teher, az a stressz, az a druk, vagy bármi miatt volt, vagy van. Vagy ez a félelem, vagy ez a félszegség, vagy az a jövő miatti. Adjunk most ennek egy rövid időt, mm. Csukba a szemet, ha egyetértesz ezzel, hogy jövő a béke, hogy öröklik a földet, hogy együtt vagyunk, együtt fogunk Jézusra uralkodni, hogy benne leszünk az ő királyi csapatában, benne leszünk a szenteknek az eljövetelében. Hogy dicsérjük őt az ő diadal útjáért a Viadalorózán, dicsérjük őt az ő győzelméért a kereszten, az ő pokorra kerüléséért, hogy ő ezt érted és értem, hogy békességünk legyen, hogy a békességünk büntetése volt ő rajta, hogy római katonákkal valóban ott volt egy felfegyverzett helyzet, amit ő azt mondta, hogy lett volna hatalmai serege és angyali serege, és lett volna bármilyen hadserege, de azt mondta az ő, az ő országa nem a világból van. Mert ha világból volna, voló volna, akkor, akkor közbelépett volna. Hogy ne lett volna angyali serege, hogy ne lenne ma is. Hogy ne tudna mindent elpusztítani, hogy ne tudna véget vetni, de nem. Mert még tartama. a is. Hogy ott Balázs olvast, hogy olyan egy nap, mint ezer esztendő, 1000 mint egy nap, és sokan mégis késedelemnek mondják az ő visszajöveteleit, de nem, nem késik az Úr az ő eljövetelével, hanem hosszantűr, hosszantűr. tűr. Azt gondolom, az egyháza ma is ezt tanuljuk, ezt a hosszantűrést, a hálaadásokban. És most megnyugszunk. Aki holnap megy munkahelyre, jövő héten megy orvosi vizsgálatra, azt mondja neked az Úr, ha mész jövő héten orvosi vizsgálatra, ő lesz veled. Aki jövő héten megy munkahelyre, tedd le az Isten kezébe. akinek vissza kell menni a szervizbe az autójáért. És onnan megnyugszunk. A, a mágusok is letették a kincseiket. Jön el te békességet, Sanyi. Yes.